A hagyományosnak mondható évi díszmadár kiállítást az elmúlt két évben más településen rendezték meg a tenyésztők. Vajó Sándor, a Karcagi Díszmadár Tenyésztők Egyesülete vezetője tájékoztatása szerint az anyagi okok mellett a látványosságra másutt is kíváncsiak, másrészt pedig nem akarták, hogy a karcagiak esetleg elunják a rendezvényt. Pénteken azonban ismét Karcagon látható a különleges tárlat. Ezek a kiállítások sajnos elsődlegesen anyagi okok miatt maradtak el, mert az Egyesületünk teherbíró képessége az előző éveket nem bírta úgy, meg az az igazság, hogy kevesen is vagyunk az Egyesületben is, ez egy elég nagy leterheltséget jelent egy kiállításnak a megszervezése, lebonyolítása, és az elmúlt években féltünk is attól, hogy nehogy a fiatalok, a város egy kicsit megunja ezt a madár csicsergést, így úgy döntöttünk, hogy 2010-ben Tiszafüreden rendeztünk egy kiállítást, és 2011-ben pedig lenne a Gyulai Magyar Bajnokságon vettünk részt, és azt támogattuk munkával, anyagiakkal, úgyhogy ez elvitt mindenünket. Így, hogy ez évben viszont úgy döntöttünk, hogy a hagyományainkat egy kicsit megint helyrehozzuk. A két év kihagyás nem szegte a kiállítók kedvét, most mintegy 30 településről 43 kiállító érkezett, a Dériné nagytermének pedig 460 madár kölcsönzött őserdei hangulatot. Most madarak Gyuláról, Nyíregyházáról, Monorról, ezt felsorolni is nehéz lenne, mert a 42 kiállító az közel 25-30 városból tevődik össze. 43 kiállító, végül is 43 kiállító, 460 darab madár van a kiállításunkon. Ez nem éri el a legnagyobb felhozatalunkat, de ez az év is egy közepestől erősebbnek mondható. Bár a gazdasági helyzet miatt sokat visszavettek a hobbiból, de a legelszántabbak szép állományt mutattak be. A díszmadár tenyésztők helyzete nagyon nehéz, mert ez nekünk ugye hobbink elsődlegesen, és az embereknek sajnos, ez az igaz a madarászokra is vonatkozik, a hobbira elég kevés pénz jut. Úgyhogy nagyon sokan lefaragták ezt. Most mi elsősorban ezzel a kiállításunkkal a minőségre törekedtünk, akik jelenleg is folytatják a bírálatot. Van olyan bíráló, aki 800 kilométerről jött ide hozzánk Szerbiából, és minden bírálónk a nemzetközi bírói jogosítvánnyal rendelkezik, és ez mindegyik kivétel nélkül Szerbiából érkezett. És ez bizony azért tudni kell, hogy anyagilag is az Egyesületre azért elég nagy terhet ró. Ennek a kiállításnak is megvolt a maga erőssége, bár sokban átrendeződött a kiállított fajták száma. Ami a legerősebb, az talán most azt mondhatjuk, hogy szokatlanul az egzotikus galambok elsődlegesen, aztán a kanárik, aztán a papagájok, és sajnos amiben mi nagyon erősek voltunk, az egzotikus pintyek, azok most egy kicsit hátulra kerültek. Mert volt olyan kiállításunk, ahol több mint 500 volt ebben a teremben, most sajnos csak 150 darab van, ugyanebből a madárfajból. A madarak láthatóan jól érezték magukat, bár délelőtt hatalmas volt a látogatottság. A délelőtt folyamán megszámlálhatott, rengeteg, nagyon-nagyon-nagyon sok, nem számítottunk mi sem ennyi gyerekre, meglepően sokan voltak, és ugye ez a madarakra is rányomja a bélyegét, mert ugye a gyerekeket nehéz csöndre inteni, és ugye egy kicsit a madarak meg voltak szeppenve délelőtt, de már most délutánra biztos magukhoz térnek.